Nem kell kés alá feküdni ahhoz, hogy megőrizzük a bőrünk fiatalságát. A bioarcplasztikáról fogunk beszélgetni dr. Házi Edina hatóanyag szakértővel. Jó reggelt kívánunk, szia! Sziasztok! Örök kérdésünk, hogy ne legyünk rántosak, hogy legyen szép a bőrünk, és hogy tűnjünk 10 évvel fiatalabbnak. Igen. Akkor ebben a sorrendben szeretnénk megtudni a titkot. Pontosan ezek az én kérdéseim is állandóan, és szinte minden nő, aki minket megkeres, ezzel küzd. És hiába készítek én szuper kozmetikumokat, amik a bőrt nagyon jól tudják táplálni, feltölteni, de nem csak ettől függ az, hogy az arcunk milyen harmonikus, milyen szép, hanem nagyon függ a kötőszöveti rétegünknek a rugalmasságától, nagyon függ a bőr alatti mimikai izomrendszernek az állapotától, és a kutatásaim, fejlesztéseim eredményeként jöttem rá arra, hogy ez tehát az alapoktól elindulva kell felépíteni az arcot. Tehát mindaddig, míg az izomrendszer le van sorvadva a csontra, és ez mondjuk egy hosszú stresszes állapot, vagy alapvető beállítottság, hogy milyen az életmódunk mostanában, én azt gondolom, hogy mindannyiunknak nagyon stresszes, és elég ahhoz, hogy letapadjanak a mimikai izmok a csontunkra, és onnantól kezdve már teljesen harmóniátlanná válik az arcunk. És hogyha ezt feldolgozzuk a csontról, egy speciális metódust fejlesztettünk ki. Én évekig kutattam, felkutattam az összes masszázs technikát, az összes metódust, ami létezik a Földön. Nagyon sokat merítettem a japán, a koreai, keleti kultúrából, az indiai facelift masszázsokból, arcemelő masszázsokból, nagyon nagy hagyománya van ezeknek a módszereknek, és azt beemelve és megnézve azt, hogy honnan kell elindulni, mert ahhoz, hogy az arcunk ránctalan legyen, nem is csak az arcunkat kell kezelni, a nyak, a vállőv, maga a hát, és hogyha ezt szépen ellazítjuk, onnantól kezdve indulhatunk el az arcon. És az arcomnak is mutatok itt pár mozdulatot. Igen, ezt akartam kérni, tudsz mutatni pár mozdulatot, amit mondjuk azok, tehát, hogy ezért nem is mondhatnám, hogy ez masszázs technika, mert valójában egyfajta merőleges formában érinti a bőrt, és nagyon fontos, hogy mert ha csak a bőrt tologatom, akkor egyrészt a mérétegekben nem érek el, és húzom a bőrt. Tehát nagyon fontos a szakszerűség. Csak hogy még jobban megnyújtjuk, gondolj be, így pontosan, tehát meg tudjuk nyújtani a bőrünket, és ezt nem szabad, ezért nagyon fontos a szakszerűség, és az is fontos, hogy melyik izomrendszernél kezdjük. Mm-hmm. Tehát például, hogyha ha a bioarcplasztikát nézzük, akkor fontos azokat a mimikai izmokat ellazítani legelőször, amik legalul vannak. Tehát például, ami a szemünk körül van, körkörös izom, alatt tapad a homloknak az izma. Mindaddig, míg a homlok izmát el nem tudom lazítani, és föl nem tudom szedni a csontról, addig teljesen felesleges a szem körüli izmokat megdolgozni, mert akkor nem tudom ellazítani. Mikor kell elkezdeni? Érdemes már ilyen 20 pár évesen megalapozni azt, hogy aztán ne később kelljen a tűzet oltani? Igen, és hogyha ezt megnézzük az indiai-japán kultúrában, ott már gyerekkorban a nőket tanítják arra, hogy hogyan kell ápolni az arcot, az önmasszázs, a izomrendszerünknek, az egész arcunknak az ápolásához, nem csak a bőrápolása tartozik hozzá, és ezt meg lehet tanulni, ezt be lehet építeni az életünkbe, és minél fiatalabban kezdünk ehhez hozzá, annál jobb dolgunk lesz, és nem kell elmenni majd egy bioarcplasztika kúrára, hogy a letapadt izmokat földolgozzuk. Hanem már akkor a mi izomrendszerünk az nagyon szépen megmarad rugalmasnak, plasztikusnak, és fiatalok tudunk maradni. Hogy tudunk hatékonyabbak lenni, ha saját magunknak kitapasztaljuk ezeket a dolgokat, vagy hogyha szakemberre bízzuk? Én azt gondolom, hogy ez a kettő nagyon fontos. Először is nálunk mindig egy diagnózis az, amivel elkezdjük, amivel felmérjük, elmondjuk a páciensnek, hogy hol tart most az arca, mivel lehet ezt rendbeszedni, milyen kezelési mód. Valakinek 3 alkalom elég, valakinek 8 alkalom kell ahhoz, hogy ezeket a letapadt izmokat fel tudjuk dolgozni. És amikor ez megvan, akkor van lehetősége akár emlékeztető kezelésre is jönni havonta egyszer, hogyha ő otthon ezzel nem szeretne foglalkozni. De ha otthon ezután szeretne vele foglalkozni, arra is megvan a lehetősége, mert egy komoly önmasszázzsal, arcjogával nagyon-nagyon jól szinten tudja tartani. Masszázsra felköszönjük szépen!
Köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. Sziasztok! Sziasztok!